Jó reggelt kívánok mindenkinek a KCKT szervezésében megvalósuló online konferencián, ami a túladagolásos halálesetekkel kapcsolatban gondoltuk, hogy szerveződjék meg, kifejezetten a designer szerhasználattal kapcsolatban. Talán csak annyi, hogy azért itt az elmúlt 10 évnek egy jelentős része a... Igen, Számolyács János vagyok, a KCKT-nek vagyok az elnöke. Két segítőtár, most a Tiki, legalábbis az én képernyőmön mellettem vannak, az egész konferenciának az értelmi szerzője a Sárosi Péter volt, és aztán így együtt gondolkodtunk, Felvéci Kati, Ambróza Janikó, aki most éppen nem látom, Paksi Bori, de hogy így tulajdonképpen a KCKT-nek a vezetősége. Nagyon köszönjük azoknak, akik elfogadták azt a meghívást, hogy néhány szót mondjanak, és hát tudjuk azt, hogy itt a szervezési nehézségek miatt vannak olyan testületek, akiknek ez így problémát okozott, akár a rendőrség, vagy akár az NSZKK-nak, ahol egyébként Rompos Éva fog majd beszélni, de láttuk itt Sümeg Gergelyt, aki a toxikológiai szakértő intézetnek a munkatársa és igazgatója, és előadó vetődött fel, vagy nem is előadó, inkább hozzászóló, de akkor azt gondoljuk, hogy akik a programban láthatók, sorrendben majd beszélnek, és aztán lesz lehetőség egy kis közös gondolkodásra, diszkuszióra, amikor úgy gondoljuk, hogy mindenki, aki úgy gondolja, hogy van még valami hozzáfűzni valója, még tud hozzátenni és beszélni, kérdezni, akkor erre lesz lehetőség. Szóval csak tényleg néhány szóban, hogy az elmúlt most már bő 10 év az így jelentős részben ezekről az új pszichoaktív anyagokról, szerekről, dizájnerekről, internetes dolgokról, bárhogy is nevezzük őket, szól. Voltak fellángolások, aztán mintha némileg visszahúzódott volna, kezdetben ez indult a katinonokkal, a szintetikus serkentőkkel, aztán azoknak is több ágával, nyilván problémát jelentett a szabályozás, megjelent a célista, aztán volt egy időben, amikor ezeket a szereket egy külön összehívott grémium kockázat elemezte, és kerültek át az úgynevezett kábítószerlistára, szállistára. Kérdés évek óta, hogy akkor amennyiben a dizájnerek új pszichoaktív anyagoknak a tartása, ez csak szabálysértés, akkor a szabálysértési hatóságnak miért nincsen jogköre arra, hogy akár elterelésbe küldje azokat a nagyon sok, leginkább fiatalokat, akik ezekkel a szerekkel kezdik meg a pszichoaktív szerekkel való ismerkedésüket. Tulajdonképpen a halálesetek azt gondolom, hogy egy folyamatos problémát jelentenek. 2015-ben volt az ABD Fubinak a nevű anyag, amely akkor ott 2015 júniusában több mint egy tucat fiatal halálát okozta, aminek ugye a konklúziója az volt, hogy ott nem a szokásos adagban került forgalomba ez a szintetikus kannabinoid, hanem egy tablettába préselve, ami ennek a sokszorosát adta. Nyilván ilyenkor mindig felvetődik az a kérdés, hiszen valószínűleg nem csak 13 tablettát préseltek ebből az anyagból, hanem sokat, hogy azok, akik egyébként belehaltak, őnekik volt-e valami plusz veszélyeztető faktoruk, valamilyen genetikai helyzet, valami olyan környezetben voltak-e, ahol ez máshogy működött. Aztán konkrétan ezt a mostani konferenciát, hogy ez így felmerült, és Péter volt, aki erre külön felhívta a figyelmet, hogy azért itt az elmúlt évben 40 körüli volt a szintetikus szerek az új pszichoaktív anyagoktól használta következtében bekövetkező fatális következmény ez a szerekbe való belehalás, ami azért mindenképpen nagyon súlyos, mert hogy nézzük a egyéb nemzetközi adatokat, és ez nemzetközi összehasonlításban is nagyon magas. Másrészről, amikor 2008 nyarán a heroin következtében ott egy néhány héten belül közel 10-en haltak bele, akkor az akkori kormány összehívott egy kvázi válságstábot, az akkor működő KKB és kiegészült egyéb
szervek képviselőjével, mert azt mondták, hogy ez egy olyan történés, amivel foglalkozni kell, ami nagyon nagy probléma. Aztán tulajdonképpen a következmény, a megállapítás annál a szernél is az volt, hogy nem szokásos mennyiségben a dealer, az a szokásos utcai 5-15%-os tömérségű heroin helyett közel 42%-os tömérségű szert terített a piacon, amit a használók egy része nem tudott kezelni, és ennek lett ez a következménye. De mindenképpen talán fontos az, hogy akkor a 8 körüli halálesetnél ez egy kormányzati szintű problémává vált, még úgy tűnik, mint hogyha most ez a 40 körüli haláleset, ez számunkra probléma lenne, de hogy mint hogyha egyébként ez a hivatalos, vagy a szakpolitika, vagy a politika számára ez valahogy nem érintené meg az inger küszöbüket. No, talán ennyi bevezető után azt gondolom, hogy akkor kezdjük el egy kicsit ennek a problémának a szétbontását. A programban láttátok azt, hogy megpróbáltuk elég széleskörűen hívni az előadókat, és akiknek úgy gondoljuk, hogy közük lehet ehhez a történethez, akik látják akár ennek az elterjedtségét, akár használói, akár keresletcsökkentő, akár kínálatcsökkentő oldalról, úgyhogy akkor vágjunk bele,